Szerintem minden ember számára a legfontosabb a hagyomány és a tradíció. Ebből is a legfontosabb talán a karácsony, ez a legszebb ünnepünk. Én azt gondolom, hogy apaként nagyon szeretem a karácsonyt, a gyermekeim imádják, amikor közösen főzhetünk. És pont ezért, amikor a Magyar Vöröskereszt és a Lektor Fordító Iroda megálmodott egy álmot, ami arról szól, hogy a nagy családosoknak, illetve a rászorulóknak legyen boldog karácsonya, akkor nem volt kérdés, hogy a Szaloncukor Angyal programhoz én itt csatlakozom. Most már második alkalommal vagyok itt, és szeretnék megmutatni majd egy olyan kis egyszerű trükköt, egy olyan kis csavart a főzésben, amivel nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen lehet szaloncukrot készíteni, hisz szaloncukor nélkül nincs karácsony, ez is a mottom, és ezt fogom ebben mutatni, és azt gondolom, hogy ha valaki látta, amikor egy olyan szaloncukrot készítettem, amikor különböző aszalgyümölcsöket kellett összevágnom és összegyúrnom, gyurmáznom, most egy picit másfajta formában fogom megmutatni, hogy hogy készül egy otthoni zselés szaloncukor, amivel azt gondolom, hogy elő tudjuk hozni a karácsony szent ünnepét, elő tudjuk hozni azokat az érzéseket az emberekbe, hogy milyen jó adni, mert szerintem legjobb az egész ünnep alatt nem kapni ajándékot, hanem adni. Én azt kérem mindenkitől, hogy csatlakozzon a programhoz, legyen minden gyermeknek szaloncukor a karácsonyfa alatt. Első körben kedvenc szaloncukrom a zselés. Az az igazság, hogy azt a fajta klasszikus zselés szaloncukrot én magam sem tudom elkészíteni, így megmutatom azt a szaloncukor receptemet, amivel biztos mindenki sikert fog elérni. Amihez nagyon egyszerű alapanyagok szükségesek, ilyen esetben egy málna püré, amit egyszerűen bele fogok önteni egy forralóba, nem is az egészet. Nagyjából egy olyan 2 deci folyadékot fogok felmelegíteni, ilyen esetben ez egy málna püré. Nem is kell, hogy felforraljam. Az a lényeg, hogy legyen jó forró, és legfőképpen azért, mert hogy vannak nekem zselatin lapjaim, amit be fogok áztatni előtte jeges vízbe. Ide készítettem már mindent. Ehhez én most 5 darabot fogok felhasználni. Gyorsan be is rakom. Legfőképpen azért kell beáztatni a zselatinlapot hideg vízbe. Fontos, hogy hideg jeges vízbe legyen. Mert alapból ez egy ilyen kemény forma, nem tudom, hogy aki nem dolgozott még vele, az látja, hogy egy kis lapocska, és azért ez fontos, hogy fölpuhuljon, és ehhez kell majd a víz. Ebbe fogom majd belenyomkodni ezeket a zselatinlapokat. Ezáltal, hogyha én majd be fogom rakni a hűtőbe, akkor ez szépen meg fog dermedni, és egy nagyon kis puha állagú kis zselét fogok kapni, amivel bármit tudok majd csinálni. Miközben várom, megmutogatom, hogy nekem van egy gyönyörű szép kis mogyoróformás kis szilikonlapom, illetve ezt csak ilyen érdekességként hoztam, egy ilyen kis buborékforma. Ezzel igazán lehet még jól játszani, ami szerintem fontos, megint csak otthon, és megint csak a gyermekes családokra gondolva. Közben visszatérek így a málnámhoz, kicsit átkeverem. A víz hatására ezek a zselatinlapok teljesen felpuhultak. Nagyon fontos, hogy miután ezek a zselatinlapok felpuhultak, nyomkodjuk ki a felesleges vizet, mert nincsen szükségünk. És egyszerűen ebbe a meleg málna pürébe egyszerűen belekeverem. Jól el kell keverni, mert a hő hatására ez abban a pillanatban elillan és elolvad, és hogyha összekeverem, akkor teljesen egyenletesen fogja bevonni majd ezt a málna zselét. Hogyha egy tölcsér van otthon, vagy akár egy ilyen kis cumi, én ebbe egyszerűen bele fogom tölteni ezt a málna pürét. Így beletöltöm. Nem is kell most az egészet egyelőre. Rárakom a kupakot. És egyszerűen csak azért, mert van egy pici kis csőre, bele tudom tölteni ebbe a kis formavilágba. Mivel meleg, így azért rögtön ki is csapódott. Lehet is látni, hogy megtöltöm őket. Fontos az ilyen típusú zseléknél, hogy utána rögtön berakjuk a hűtőbe, hogy megdermedjen. Az a legjobb, hogyha egy éjszakát behagyjuk a hűtőbe, hogy igazán jó kemény zselét kapjunk, sokkal könnyebb utána vele dolgozni. Ezt most berakom a hűtőbe.
Viszont előveszem a másik kedvenc formámat, ha már azt mondtam, hogy játszunk ezekkel a buborékokkal is. Lehetett látni, hogy az egészet nem használtam föl, csak egy részét töltöttem bele a cumiba, legfőképpen azért, hogy sokkal könnyebben tudjam belerakni majd a formába, de azért is sokkal könnyebb dolgom van. Itt most már egyszerűen csak, hogyha ezt a zselét beleborítom ide. Fontos, hogy melegen kell beletölteni, hogyha hagyjuk megdermedni, akkor nem lesz szép a zselénk. Ezt szépen próbálom mindenhova egyenletesen eloszlatni. De még mielőtt beletöltenem az összeset, egy kicsit félre rakom, és legfőképpen azért, itt most sokkal határozottabban előjön, hogy nagyobb a felület, sokkal jobban mozog az anyag, ehhez már kell tálca. Én egy egyszerűen kis tepsit veszek alapul, és próbálom így fölemelni, láratni a tetejére. És most fogok még beletölteni. Javaslom mindenkinek, hogy célszerű egy nappal rákészülni, és inkább csak másnap befejezni, mert akkor sokkal szebben tudjuk bevonni majd a csokoládéval, mert hát ha már csokoládé, illetve szaloncukor, akkor nincs olyan, hogy egy zselés szaloncukor körött nincsen csokoládé. Fölrakok egy kis edényt vízzel, és elkezd felforralni. Rakok rá a tetejére egy habüstöt. Legfőképpen azért, mert a csokoládét vízgőz fölött fogom majd megolvasztani. Lehet ezt mikróban is megolvasztani, nekem nincs mikróm, sokkal jobban szeretem ezt a fajta módszert, és legfőképpen miért? Mert van egy ujjam, és a megmaradt csokoládét simán ki lehet itten tunkon, és meg lehet enni. Lehet, hogy ezért most legyilkol engem mindenki, de az kamu, aki ilyet nem csinált még. Na, egyszerűen akkor felrakok egy edényt, vízzel felforralom, rárakok egy habüstöt, és a csokoládénak jó nagy részét elkezdem megolvasztani. Mondjuk azt, hogy a háromnegyed részét megolvasztom. Szándékosan hagytam kint egy kis csokoládét. A temperálás, mint olyan, attól lesz, mert igazán szép a csokoládé. Így sokkal gyorsabban és egyszerűen lehet otthon házilag temperálni, nem kell hozzá semmilyen maghőmérő, hanem egyszerűen csak a háromnegyed részét föl kell melegíteni. Amint megolvadt ez a csokoládé, akkor fogom majd hozzáönteni a maradék csokoládét, ezzel fogom kellőképpen visszahűteni a csokoládét, és pont akkor lesz majd olyan szép állaga az egésznek. Szóval bátran próbálj ki otthon. Lehet látni, hogy a hő hatására a csokoládé kezd megolvadni. Szépen lassan felolvad. A gyerekeim ezt szeretik a legjobban, ezt a részét. Főleg ez a hang, amikor a csokoládé így ropog a habüst oldalán. Amikor már így felforrt a víz, mutatom is, hogy nagyon felforrt, akkor játszhatunk azzal, hogy egy kicsit leveszem, átkeverem, majd visszarakom, és egyre jobban olvad a csokoládé. Kicsit le is húzom. Most már a maradék hő hatására is meg tudna olvadni a csokoládé, hogyha nem csinálok vele semmit, csak itt hagyom, szépen lassan a csokoládé teljesen elolvad. Lehet látni, már most már egyre jobban szebb a fénye is a csokinak. Kicsit félrehúzom, elkeverem. Én nagyon szeretem az ilyen típusú kanalakat az ilyen csokoládékhoz. Egy, nem viszek bele levegőt feleslegesen, sokkal szebben tudok keverni, nincsen maradék, nincs azt, hogy letapad az oldalára a csokoládé, ezzel a kis gumispatulával. Hál' Istennek ez ilyen tényleg pár száz forintos tétel akármelyik kis boltban. Na, mutatom a csokoládét, most már közben kevergetem folyamatosan. Most már tényleg egy ilyen kis csoki krémé kezd alakulni. Megint visszalakom, hogyha kicsit hűlne. És most már kezd fogyni a csokoládé. Ilyenkor mindig irigylem azokat a cukrászokat, akik éjjel-nappal csokoládéval dolgoznak szerintem, mert ennél szebb látvány, mint egy ilyen kis lightosan olvadó csokoládé. Hát nem sok minden van. És megint félrehúzom egy kicsit. Tényleg ez ilyen pár perc alatt felolvad. Most már lehet látni, hogy milyen szépen megy a csokoládém. Próbáljuk addig olvasztani a csokoládét, míg összes apró pici kis szem el nem tűnik, hogy az összes csokoládé felolvadjon.
Nekem most ilyen kis csoki pasztilláim voltak, de bármelyik tábla csoki megfelel erre. Tényleg célszerű 70% körül foglalkozni a csokoládéval. Pont ennek van olyan ízvilága, ami szerintem a szaloncukor mellé ideális. De ha valaki éppen a tejcsokoládéval jobban kedveli, akkor nyugodtan lehet azzal is. Na, én megolvasztottam most itt a csokit, viszont az ideális csoki azért nem ezen a 45-50 fokon működik, ezt le kell kicsit hűteni. Ez maga a temperálás, ezért rakok hozzá egy kis csoki pasztillát, hogy visszahűtsem a csokit. És egyszerűen csak hozzádobtam ezeket a nyers pasztillákat az olvasztott csokoládéhoz. Ez szépen lassan a maradék hő hatására meg fog olvadni, és ezzel fogok majd utána tovább dolgozni. De persze azért segítem itt is az olvadását, hogy egy kicsit elkavarom. De innentől kezdve már nem rakom vissza a víz gőz fölé, hanem csak a maradék hőt használom. Ez már lehet, hogy egy kicsit lassabb folyamat, hogy ez a csokoládé ebbe a maradék hőbe fölül vagyunk, de megéri a várakozást. És egyre jobban kezd megolvadni benne. Gyönyörű szépen jön. Ettől lesz igazán szép fénye majd a csokoládénak. Ezért is javaslom mindenkinek, hogy ne csak egyszerűen felolvasztott csokoládéba mártsuk ki a szaloncukrokat, illetve használjuk a csokit, hanem mindenféleképpen vissza kell egy kicsit hűteni. Ekkor lesz szép bársonyos, és nagyon jól fogja befogni majd a kis zselénket. Amint a csoki ilyen szépen megolvadt, lehet is látni, hogy most már egy sugárban jön a csokoládé. Ez mutatja nekünk, hogy a csokoládé tökéletes állagra hűlt, hogy nem szakadozik el, hanem egységben van, ami le nem folyik a kanáról. Lehet is látni, hogy csak a vége, az utolsó másodpercben, addig egyfolytában folyik. De ezt a csokoládét fogjuk használni majd, ami nagyon egyszerű lesz. Előveszünk egy, hát most jelen esetben egy kis rácsot, de ezt meg lehet akár egy sima egyszerű szilikonlapon, vagy egy zsírpapíron. Erre fogom majd kirakni a megdermedt zseléket, amit én már ki is vettem a formából. Ugyan most még a hűtőben tartom, de már is előveszem, és ide fogom fölpakolni. Lehet is látni, szándékosan hoztam olyan formát, ami egy picit a mogyoróra emlékeztet. Tényleg ilyen mogyoró formája lesz ennek a kis szaloncukornak. Lehet, hogy egy kis bénán néz ki, de lehet látni, hogy a felületén ilyen kis bemélyedések vannak, mint egy klasszikus mogyoróba. Kirakom erre a kis rácsra. De ahogy mondtam már, ezt lehet szilikonlapon, akár zsírpapírba is játszani. És a legjobb rész, ami csak létezik ember életébe, amikor újra gyerek lehet, újra játszhat, és el tudja képzelni, hogy milyen lehet valamit leönteni csokoládéval. Én ehhez előveszek egy kanalat, de szívem szerint csak így ráborítanám az egészet, és aztán amikor megdermed alul, azt meg elvinném haza és megenném. De most mutatok egyet csak, hogy ahogy elkezdem ráönteni, leolvad a csokoládé róla, és szépen megtartja a formát. És tök szépen be fogja vonni. És pont annyi csokoládé lesz majd rajta, ami nekünk szükségünk van. Hát ezt minden gyerek úgy imádja, hogy úristen, de tényleg. És nem kell félni, hogy bőven használunk csokoládét, mert pont ez a lényeg, hogy van alatt egy tálka, hogy ez a csokoládé bármikor felhasználható. És hogyha ebből még díszeket is akarunk csinálni, akkor simán lehet vele játszani. Nagyon érdekes, ki lehet próbálni, hogyha egy ilyen kis jeges vízbe belecsorgatunk vékonyan csokoládét, akkor egy pici kis ilyen foág imitációt tudunk létrehozni, vagy a másik dolog, esetleg, hogyha van egy pici kis pirított szezámmag, amit egy ilyen tálcára kiszórunk, és abba a különböző formavilágokat locsolgatunk ebben a csokoládéval, és így belekük a hűtőbe, akkor ez megdermed. És abban a pillanatban megdermed, rá fog ragadni az összes pici kis szezámmag a csokoládére, és egy érdekes kis játékot tudunk majd játszani, részben tesztúra játékot is, mert amikor az ember ráharap, akkor érzi majd akár a pirított magoknak az ízét, illetve a keserű csokoládét.
Ezeket a kis szalonicukrokat most berakom a hűtőbe, hogy egy picit gyermedjen. Ezáltal a csoki meg fog keményedni, és sokkal könnyebben le tudom majd emelni erre a kis rácsról. És aztán mutatok még egy trükköt, hogy kell bevonni egy klasszikus szaloncukrot aranyjal. Azért jó a szaloncukor, mert nem kell órákat várni, és most sem kell. Készen lettek a pici kis kukacok. Szerintem tök jó, mert olyan kis csúnyácska, kicsit olyan esetlen, de olyan íze van, hogy úristen, de a másik, amit mondtam, hogy egy egyszerű kis csokoládéval bevont zselét, hogyha fel akarunk dobni, akkor mondtam, hogy lehet különböző csokoládi díszekkel még tornyozni, és akár egy kész éttermi desszertet lehet belőle varázsolni, de hogyha egy pici kis aranyporral én ezt elkezdem befújkálni, akkor gyönyörű szép lesz a felülete, meg is mutatom. Lehet is látni, hogy szállnak az aranyporok. Hát ide kell majd az új, egy pumpáljam. De ezáltal ilyen kis pici kis réteg. Gyorsan ki is veszek egyet, meg is mutatom, hogy milyen. És hogyha elkezdem ezt lefújkálni, akkor lehet látni, hogy milyen gyönyörű szép sárga lesz. És ha így, egyszerűen csak makarni. Ez nagyon jó. Bocsánat. Nagyon jó. Az a legfontosabb, hogy ilyen zselékből szerintem csináljunk vagy százat, mert mire oda jutunk, a szakács megesik vagy 18-at, gyerekek még 42-t, és mire ott van a karácson, egy sincsen. Szóval célszerű ebből sokat csinálni. Szaloncukor löpöti aranyporral. És az igazság, hogy most önző leszek. Itt van összesen 7 darab szaloncukor. Megettem 3-at. De még meg fogok enni egyet. Ha mindenki elfordul, megeszek még 2-t. És remélem, hogy egy marad. Próbálja ki mindenki.